Best for Soil, compost, gyakorlati tudnivalók. Üdvözlöm, Alfred Grand vagyok. A Best for Soil ezen videója termofilkomposzt előállítását és használatát mutatja be. A videó végén az itt tárgyalt témakörökkel kapcsolatban további információt találsz. Kérjük, nézd meg a Best for soil a komposztról és más talajegészségügyi témákról szóló filmjeit is. A komposztált szerves anyag, KSE, olyan termék, amely a szerves anyag mikrobiális lebontásával állítanak elő aerob körülmények között. A komposztálási módszertől, a művelet méretétől, a művelet intenzitásától és a kiindulási alapanyagoktól függően különböző minőségű komposztok széles skáláját lehet előállítani. A termofil komposzt, melyet rothasztott komposztnak is nevezünk, a leggyakrabban előállított komposztfajta. Különböző mennyiségben állítható elő a kéziforgatású, kis halomtól, a traktoros vagy akár önforgató, ipari méretű komposztálási módszerekig. A termofil a teljes halomban több napra el kell érnie a 60-65 Celsius fokos hőmérsékletet. Ez a hőmérséklet segíti elő a gyomnövények és a kórokozók elpusztítását és deaktiválását a komposztban. A komposzttermelést az egyes EU tagállamok eltérően szabályozzák. Még ezek a rendeletek is eltérőek az üzem méretére, a felhasznált alapanyagra és a komposzt előállításá által okozott, például a felszíni és a felszín alatti vizek számára fennálló szennyeződés kockázatától függően. A komposzt előállítására ideális terület számos adottságtól függ. A helyi és az állami szabályozás mellett alapvetően el kell dönteni, hogy a komposztot zárt aljú felületen akarja elkészíteni, ahol a kifolyó anyagot ellenőrzés alatt és gyűjteni tudjuk, és ahol nedves feltételek között lehet dolgozni, vagy pedig közvetlenül a talajfelszínen akarunk komposztálni. Tisztában kell lenned a megközelítési és a szállítási költségekkel, de a komposzthalomból kiszivárgó anyagokkal is, mint például a szagokkal, porral és szennyeződésekkel, valamint ezeknek a környezetre gyakorolt hatásával. A környéken hozzáférhető nyersanyagok kritikus tényezőnek számítanak, ha saját komposztot akarsz készíteni. A legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni, az alapanyagok szén aránya. A trágya gyakran önmagában is elég, különösen ha magas széntartalmú almot tartalmaz. Más alapanyagból induló keveréket kell készíteni. Ahhoz, hogy prosperáljon minden organizmus számára, számos környezeti feltételnek kell teljesülnie. Ugyanez igaz azokra a mikrobákra is, amelyek termofil komposztot állítanak elő. A komposzthalom oxigénellátottsága és a 60-80%-os nedvesség tartalma kritikus tényező. A folyamat fenntartásához a halomnak megfelelő fizikai szerkezettel kell rendelkeznie, mely lehetővé teszi az oxigén jelenlétét, de a halom gyakori forgatása is szükséges szinte minden eljárásnál. Ilyenkor lehet a nedvesség tartalmat öntözéssel korrigálni, illetve kiigazítani a szén-nitrogén arányt is legalábbis a folyamat kezdetén. A művelet méretétől függően több-kevesebb technológia is szükséges a jó minőségű komposzt előállításához. Nagy gazdasági méretben homlokrakodóra van szükség ahhoz, hogy a halmot meg lehessen forgatni, illetve az anyagot át lehessen tölteni a rostán. A kihelyezéshez komposztszóróra is szükség van. A komposzthalom forgatására gyakran használnak a traktorra szerelt, 3 méter széles komposztforgatót. A komposzthalom forgatása lassú folyamat, ezért a legjobb, ha a traktor 200-400 méter per óra sebességre képes, vagy vagának a forgatóműnek kell rendelkeznie saját hidraulikus meghajtású hajtóművel, és üres sebességbe kell tudnia kapcsolni a traktort a legtöbb komposztáló eszköz több gazda is könnyen meg tudja osztani egymással. Akár bérleti konstrukcióban, akár a szerződéses szolgáltató által elvégzett munkaformájában. Az anyag előállításának optimalizálására való koncentrálás mellett az előállított anyag minőségének ellenőrzése is fontos. Készítettünk egy Best for videót erről a témáról is. Fontos, hogy tájékozódj tájékozódja komposzt kijuttatására vonatkozó helyi és állami előírásokról. Ezek a szabályok előírhatnak bizonyos minőségi paramétereket, de irányulhatnak arra is, hogy mikor lehet felhasználni és milyen mennyiségű komposztot szabad kiszorni a szántóra vagy az üvegházba. A folyamat méretétől függően a komposzt alkalmazása gyakran kiszervezhető. A hivatásos vállalkozó nem csak a megfelelő technológiával rendelkezik, mint például a gumiabroncsok nyomás beállító rendszere, hanem gyakran segíthet a komposzt felhasználásának dokumentálásában is. A komposzt előállítása egy olyan folyamat, amelyhez sok know-how és tapasztalat szükséges. Ha a komposztálással kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretnél, látogass el a Bessforce honlapjára, ahol további információkat találsz.